Erőt, egészséget, Őri István vagyok, futóedző, és ebben a videóban a téli futáshoz adok néhány tippet. Hogyha neked lenne bármilyen kiegészítő javaslatod, akkor létszi, írd meg kommentben, ezzel segítesz a futótársaidnak is, akik itt olvassák a komment szekciót, és érdemes feliratkoznod a YouTube csatornámra, így nem maradsz le a következő futós tartalmakról sem. Első tippem, hogy amikor felöltözöl, arra ügyelj, hogy kimész futás előtt, mert azt kellene érezned, hogy egy picit fázol. Hogyha kimész, és azt érzed, hogy meleged van, nem fázol egyáltalán, akkor biztos, hogy túlöltöztél, tehát nagyon meleged lesz futás közben. Második tippem, felejtsd el titokzoknit, bokazoknit és társait, mert a stretch nadrág és az okni között kint lesz az Achilles-ed, óhatatlanul is felcsúszik a stretch nadrág, kint lesz a bokád, és megfázik az Achilles-ed, ez nagyon komoly sérüléseket okozhat, nagyon nehezen múlik el. Továbbá a téli időszak alatt is érdemes figyelni a folyadékbevitelre edzés során, tehát a hidratációra. Lehet, hogy télen a hideg körülmények miatt nem érzed a dehidratáció tüneteit, nem érzed azt, hogy szomjas lennél, és épp ezért nagyon alattomosan következhet be a dehidratáció a téli időszakban. Ugyanúgy izzadunk ilyenkor, ugyanúgy veszítünk folyadékot a légzés útján, ugye párát légzünk ki, és mivel több réteg ruha van rajtunk, ezért szintén nagymértékű az folyadékveszteség, nem beszélve a hideg indukálta megnövekedett vizelet ürítésről, ilyen téli időszakban ez is megfigyelhető, tehát összességében legalább olyan fontos a hidratáció, a frissítés a téli időszakban, mint például nyáron. Egyszerűen el kell felejtened azt, hogy bármilyen tempót akarsz futni, érdemes ilyenkor pulzus alapján végezni a könnyű futásokat, főleg, hogyha terepen futsz, 10 centis hóban, mint mondjuk most én is, lehet itt küszködni, hogy egy adott tempót tud tartani, de egyszerűen a körülmények nem adottak, egyébként is alapozó időszak van, a résztávos edzéseket is hanyagolni kell ilyenkor. Amiket végezhettek, azok dombrafutás, emelkedőre futások, ilyen-olyan formában, készítek majd külön videót az alapozó időszakról, hogyan érdemes ilyenkor edzeni, érdemes feliratkoznod a csatornára, hogy ne maradj le erről sem. És hogy tudsz mindig megfelelően öltözni, megfelelően frissíteni az edzéseid során, mondjuk ilyen téli időszakban változó körülmények között, erre például nagyon jó lehet egy edzésnapló, ahol jegyzeteled minden edzés előtt, után, hogy milyenek voltak a körülmények, ruházat, táplálkozás, frissítés, milyen körülmények nehezítették, milyen körülmények segítették az edzésedet, és így hónapokkal, évekkel később is vissza tudod majd nézni, de segíteni fog abban, hogy ne öltöz túl az edzések alatt, ne öltöz alul, megfelelő legyen a frissítésed, és így tovább, és így tovább. Ezért állítottam össze kifejezetten futók számára egy edzésnaplót, ahová az objektív adatok mellett ezeket a körülményeket is le tudod jegyzetelni, továbbá a gondolataidat, érzéseidet, amik szintén nagyon fontos részét képezik az edzéseknek. Az edzésnapló linkjét megtalálod itt a videó leírásában. Következő tippem, hogy érdemes inkább több vékony réteget felvenni, mert így van lehetőséget futás közben levenni a textilt, ledobni a textilt, hogyha úgy adódik, hogy mégis meleged lenne. Ellenben, hogyha vastagabb ruházatot veszel fel, és ebből kevesebb réteget, akkor itt már azért nehezebb játszani ezzel. Remélem, hogy hasznos volt számodra ez a videó, és tetszett, amennyiben igen, légy szíves, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, ne feledd, az edzésnapló linkjét megtalálod itt a videó leírásában, és hogyha jobban el szeretnél merülni a futás rejtelmeiben, akkor javaslom, hogy szerezd be a Legyél önmagad futóedzője című könyvemet is, szintén megtalálod itt a videó alatti leírásban. További eredményes és sérülésmentes futóedzéseket kívánok, és tartsd a futólépést továbbra is!